egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kicsi gesztenye. De nem, nem is innen kezdem a mesét. Inkább a dalszerzőtől. Igen, ő az ott a zongoránál. Szóval, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy dalszerző. Tudjátok, vannak, akik már gyerekkorukban megérzik, mintha egy kis manósúgná a fülükbe, hogy mit kell csinálniuk, ha nagyok lesznek. Van, aki tűzoltó, van, aki balerina, van, aki űrhajós szeretne lenni, és van, aki, mint ahogyan ő is, csak annyit tud, hogy nagyon szereti a zenét. És ami dalszerzőnk úgy érezte, az ilyen érzéseket követni kell. Nem tévedett nagyot, mert amikor aztán belefogott a dalok írásába, úgy robbant be a köztudatba, mint valamiféle robbanóanyag. Hat gondolkozom, milyen robbanóanyag lenne a megfelelő ehhez a hasonlathoz: dinamit, trillit, tolit, trinol, trinturmulat, benzo, na is nem tudom. Egy szép napon, pontosabban szép éjszakán, amint a dalszerző álomra hajtotta a fejét, különös álmot látott. Egy kéről álmodott, aki hívogatta, hívogatta, maga után csodálatos illatfelhőt hagyva, majd az orra előtt becsapta az ajtót. Az álombéli dalszerző pedig csak kopogott, kopogott, amíg föl nem ébredt. Még nem adom fel, kiáltotta, ahogy felült az ágyában letelepedett a hangszeréhez, és ugyanúgy, ahogy az álombéli gesztenyécske ajtaján kopogott, a zongora billentyűzetén kezdett kopogni, amíg meg nem írta a kicsi gesztenye című dalt. Először azt hitte, ez is csak ugyanolyan dal, mint a többi, de volt benne valami különleges. Ezt a dalt nem csak a felnőttek, de a gyerekek is megszerették. Szerették a magasnövésű és az alacsony gyerekek, szerették a szőke és a barna gyerekek, szerették azok a gyerekek, akik már tudták, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek, meg azok is, akik csak azt tudták, hogy szeretik a zenét. Annyira szerették a kicsi gesztenyét, hogy órákig képesek voltak várni erre a darra a koncerteken, még akkor is, ha már olyan álmosak voltak, hogy lecsukódott a szemük. Annyira szerették, hogy egyik napról a másikra a dalszerző postoládája dugik telt a leveleikkel. – Hol lakik a kicsi gesztenye? Mi csinál? Vannak barátai? – kérdezgették a gyerekek. Annyira szerették a kicsi gesztenyét, hogy a gesztenye név még a névnaptárba is belekerült. Annyira szerették, hogy az a lemez lett a legnépszerűbb lemeze a dalszerzőnek. Egy nap aztán, mikor a dalszerző éppen elégedetten hátradőlt otthon a karusszékében, kopogtatást hallott az ajtaján. Nem tudta volna megmondani, hogy honnan volt olyan ismerős a kopogtatás, ezért hát ajtót nyitott. És csodák csodája! A kicsi gesztenye volt az álmából. Kikérem magamnak? Mérgelődött a kicsi gesztenye a dalszerző legnagyobb meglepetésére. Ö, megkínálhatlak esetleg egy pohár tejjel, vagy egy vajas kenyérrel? kérdezte a dalszerző, mert jól nevelt ember volt. Köszönöm, kérek, mindkettőt! mondta a kicsi gesztenye, megenyhülve. Aztán mit kérsz ki magadnak, te kicsi gesztenye? Hogy megírtad rólam azt a dalt, és most mindenki téged ünnepel, és tv interjút adsz, meg gyerekek leveleire válaszolsz, meg nagy közönség előtt szerepelsz, engem pedig nem ismer senki. Jaj, ne haragudj, csitította a dalszerző. Azt hittem, hogy nem létezel. Azt hittem, csak álmodtalak. Álmodtál, álmodtál. Attól még itt vagyok, nem? Itt vagy, bólogatott a dalszerző. És? Most minden ugyanúgy megy majd tovább? Természetesen nem mehetett minden ugyanúgy tovább. A kicsi gesztenye és a dalszerző szoros barátságot kötöttek. Gesztenyécske megmutatta a dalszerzőnek, hogy hol lakik, kik a barátai, és együtt milyen kalandokat élnek át. Ti is kíváncsiak vagytok rá? Lássuk!